Szia! Anita vagyok a Siker.guru-ról. Üdvözlek a csatornámon, ahol az önfejlesztés segítségével segítek neked kialakítani azt az életet, amilyet szeretnél, és amilyet megérdemelsz. Én hiszem, hogy számodra bármi lehetséges. Jó magam, már régóta kutatom a sikertitkát, és azokat a hozzávalókat, amik alapjában véve megkülönböztetik a gazdagot a szegénytől, a sikeres és a sikertelen emberek közti különbséget. Úgyhogy ebben a videóban összegyűjtöttem neked 10 darab ilyen alap hozzávalót, ami valójában segít téged sikeressé válni. Az első pont, a kitartás üti a tehetséget. Biztosan te is ismersz egy csomó olyan embert, akik nagyon tehetségesek, de hogy igazából nem értek el sok mindent az életben, és nem tudnak sok mindent felmutatni, illetve biztos vagyok abban is, hogy ismersz olyan embereket, akik egyáltalán nem tehetségesek, de sokkal több mindent elértek, mint mindenki más a környezetedben, és felnézel rájuk. Ez azért van, mert ők kitartóak voltak azzal, amit elkezdtek. Általában elkezdték és be is fejezték. És éppen ezért a kitartás mindig üti a tehetséget. Ezzel azt a tévhitet is leszeretném rombolni, hogy azt gondolt, hogy te nem állsz neki, te nem tudod megcsinálni, te nem érsz annyit, mert te nem vagy olyan tehetséges. A tehetségnek sok köze nincsen a sikerhez. Tony Robbins is egy tehetséges előadó, de hogyha ő nem rakja bele azt az 5-10 évet a karrierje legelején, amikor egy nappal lát téve dolgozott és fejlesztette magát, akkor nem vitte volna sokra. Will Smith is nagyon tehetséges színész és énekes, de hogyha ő nem tette volna meg azokat a dolgokat, amiket ő megtett, aki ismeri az ő pályafutását, az tudja, hogy milyen dolgokon ment át, akkor egy ismeretlen, sikertelen ember lenne. A második az pedig a sport. A csapból is ez folyik, véleményem szerint, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor sportolnod kell. Számomra az, hogy én rá tudjak állni a napra, hogy fókuszál tudjak maradni, hogy jól tudjak gondolkodni, hogy úgy érezzem belülről is, hogy én sikeres vagyok, szükségem van a sportolásra. Egyszerűen sportolás közben az ember sokkal jobban ellazul. Most nem fogom felsorolni azt a több tucat előnyét a sportnak, ami ugye nyilvánvaló, hanem ugye tényleg csak legyen annyi elég, hogyha sikeres akarsz lenni, akkor sportolnod kell. Talán még annyit ehhez azért hozzáfűznék, hogy nem csak azért kell sportolnod, mert megnő az energiaszinted, sokkal jobban tudsz fókuszálni, sokkal egészségesebb leszel, hanem hogyha már idősebb leszel, akkor tudd azt a vagyont, azt a gazdagságot, azt a jólétet élvezni, amit megteremtettél magadnak. Mivel ugye azt szokták mondani, hogy az ágyból senki sem tudja élvezni a millió dollárjait. A harmadik pont az a ugorj a lehetőségekre. És ezt egy kicsit engedd meg, hogy jobban kifejtsem. Hány olyan alkalmat hagytál ki az életedben, amikor lehetőséged nyílt valamit csinálni, lehetőséged nyílt valamit kipróbálni, és te visszautasítottad. Majd persze az agyad elkezdett kifogásokat kreálni, hogy miért utasítottad vissza, mert akkor még kicsik voltak a gyerekek, vagy nem volt hozzá kedved, vagy péntek volt, vagy nem volt rajta csapka, teljesen mindegy. A lényeg, hogy a sikeres emberek egy olyan mentalitással élnek, egy olyan gondolkodásmódot sikerült nekik kialakítani, hogy ők azonnal lecsapnak a lehetőségekre, és erre tudnálak téged is bátorítani. Amikor például engem megkeresnek e-mailben, vagy személyesen is, vagy telefonon, akkor rögtön az első válaszom az, hogy igen, meghallgatom, hogy mit akarnak, és hogyha nem vagyok benne biztos, hogy mi lesz a kimenetele, akkor megpróbálom, de semmiképpen sem beszélem magamat le egy olyan dologról, ami esetleg érdekes rálátásokat vagy új tapasztalatokat tud hozni az én életembe. Az ötödik pontunk pedig akkor legyen az, hogy erős miérttel kell rendelkezzél. A miértet azt úgy tudnám elmondani, hogy miért kelsz fel az ágyból, mi a te felhajtóerőd, mi a te motivációd. Például miért akarsz lefogyni 10 kilót? Általában a válasz az szokott lenni, hogy mert hogy beleférjek a nadrágomba, mert hogy egészségesebb legyek, hogy jobban verjen a szívem, hogy lefogyjak, hogy jobban érezzem magam a bőrömbe, hogy megnőjön az önbizalmam. Ez valójában nem a te miérted, és hogyha itt akarod, akkor használhatod a 7 miért technikát,
Amikor például megkérdezed magadtól, ugye így tudod te felfedni azt, hogy miért te miérted, amikor megkérdezed magadtól, hogy miért akarok lefogyni? Azért, hogy belefogjak a tavalyi nadrágomba. És miért akarsz belefogyni a tavalyi nadrágodba? Azért, hogy megnőjön az önbizalmam. És miért akarod, hogy megnőjön, és miért akarod, hogy megnőjön az önbizalmad? Azért, hogy könnyebb legyen pasiznom. És miért akarsz pasizni? Azért, mert párt akarok magamnak, mert úgy érzem, hogy úgy lehetek boldog. És most ez csak egy példa volt alapban, egy nagyon szubjektív példa, de ahhoz, hogy megtaláld a miértedet, ez például egy nagyon jó gyakorlat, amit te is otthon meg tudsz csinálni. Például miért akarsz gazdag lenni? Nem azért akar az ember gazdag lenni, hogy jó sok pénze legyen, hanem általában, amikor végigfuttatjuk ezeket a miérteket, a végén mindig az jön ki, hogy te irányítsál, hogy senki ne tudja neked megmondani azt, hogy mikor, hol és mit csináljál. A szabadságvágyunk óriási, azért, hogy az ember független legyen. Tehát pont ezért hülyeség véleményem szerint, már ne haragudjál, hogyha például anyagi függetlenséget akarsz, és akkor ilyen Porsche-kat vizualizálsz, meg nagy házat vizualizálsz, annak semmi értelme, mert egy nagy ház nem fog téged tudni megmozgatni. Ugyanúgy lehetsz boldogtalan egy kis házba, meg ugyanúgy lehetsz boldogtalan egy nagy házba. Ugyanúgy lehetsz boldog egy, mit tudom én, Volkswagenben, meg ugyanúgy lehetsz boldog a legújabb Teslában. Tehát fontos, hogy megértsed azt, hogy miért akarod például az anyagi függetlenséget. Miért akarod azt, amit akarsz. Nos, a sikeres emberek ezzel tisztában vannak. Nagyon jól tudják, hogy mit, miért csinálnak. Úgyhogy minden egyes célodnál, hogyha már mondjuk célkitűzést csinálsz, légy szíves, határozd meg azt is, hogy miért akarod valójában elérni azt, amit kitűztél magadnak, majd pedig tedd fel a miért kérdés 7-szer, hogy tényleg a gyökerekhez le tudjál érni, és megértsed végre saját magadat, hogy miért akarod azt, amit valójában akarsz. A 6. pont az egyik kedvencem, imádom ezt a pontot, az, hogy ne félj a visszautasítástól. De mondjuk én ezt úgy is meghatároznám, hogy barátkozzál meg a visszautasítás gondolatával. Az igazság az, hogy rettentő sokat olvastam, tanultam és tapasztaltam ebben a részben, ezen a területen. Tisztán és szívből kijelenthetem azt, hogy az egyik nagy visszatartó erő az életünkben az, hogy nem merjük megtenni, mert félünk a visszautasítástól. Miért fél mindenki a visszautasítástól? Ennek egy nagyon-nagyon egyszerű magyarázata van. Méghozzá, ha visszaugrunk most egy picikét az őskorba, ott, hogyha visszautasított téged a csorda, akkor ki lettél úgymond eliminálva, kidobtak téged a csordából, el lettél száműzve, hogyha így tetszik, és onnantól fogva te éhen haltál, vagy megfagytál. Tehát szükséged volt, és a mai napig is minden egyes embernek szüksége van egyfajta csordára. És pont ezért rettegünk a kis ősagyunkkal attól, hogy minket visszautasítanak, mert ezt a kis ősagyunk azzal hozza kapcsolatba, ahogy te meg fogsz halni. De most már itt 2019-ben természetesen az, hogy te meghalsz azért, mert valaki visszautasított, az esélye annak elég kicsi, mivel most már le tudunk szaladni a közértbe venni valami ételt, és általában a legtöbb ember lakásában már van fűtés is. Robert Kiyosakitól tanultam, hogy hogyan tudunk megbarátkozni a visszautasítással, komfortzónak, kihívásokkal, ennyi. Például, hogyha egy eladó vagy, akkor csináljál egy nap 50 hideg hívást, 3 héten keresztül, és akkor ott aztán ne férj, nagyon hozzá fogsz szokni a visszautasításhoz. Tehát direkt olyan életszituációkat kell keresned, ahol esély van arra, hogy téged visszautasítsanak. Tehát meg kell mutatni magyarul az agyadnak, hogy nem fogsz belehalni, és így lehet megbarátkozni a visszautasítással. Nem megy megerősítéseken keresztül, nem vizualizálhatod oda magadat, hogy te most már tök jól tudod a visszautasításokat kezelni, nem meditálhatod bele magadat, hanem ki kell menned, és visszautasításokat kell kapjál folyamatosan, és ez az egyetlen egy módja annak, hogy te megmutass az agyadnak, hogy rendben van. A 7. pontunk az a légy hiteles, légy önmagad. A pályafutásom elején én is elkövettem azt a hibát, hogy én olyan akartam lenni, mint Tony Robbins. Úgy mozogtam, úgy gesztikuláltam, aztán még volt egy-két ember, akit követtem, olyan tartalmakat akartam gyártani,
volt, hogy le akartam másolni másoknak a termékeit, az, hogy milyen szavakat használnak, és így másokat tanulmányoztam. Amúgy a modellezés az egy nagyon-nagyon jó dolog, tehát hogyha van egy mentorod, akire felnézel, igenis, hogy lopjál el tőle egy-két olyan dolgot, amit te is bevethetsz a te életedbe, de ne akarjál más lenni. Tehát ezt, amit te másoktól tanulsz, az fogd meg, és alakítsad át a te szájízedre. Légy hiteles, mert hogy igazából, hogyha mindig más akarsz lenni, az totál át fog jönni a többi embernek is, akárki, akármit mond, hisz, vagy gondol. Tehát, hogyha nem vagy hiteles, legyen akármi a foglalkozásod, akkor azt az emberek messziről meg fogják érezni, és ez rányomja a bélyegét a te sikeredre, vagy a te sikertelenségedre. Úgyhogy mindenképpen légy hiteles, légy önmagad, ne félj attól, hogy önmagad vagy, igen, vissza fognak utasítani, de az szuper, mert akkor legalább gyakoroljuk a visszautasítást, és így tudod, hogy igazából megtalálni magadat. Így tudod megtalálni azt, hogy te ki vagy valójában, és tudsz egyensúlyban, békében és szeretetben élni önmagaddal. Na már, hogyha a szeretetről van szó, akkor jöjjön a nyolcadik pont, az pedig az, hogy szeressed magadat. Olyan sok emberrel találkozom, hogy lerí róluk, hogy nem szeretik magukat, és egyszerűen megőrít a gondolat az, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg gyűlölik magukat, utálják magukat, csúnyán beszélnek magukkal, és mindig próbálom őket bátorítani, és mindig próbálom nekik azt valahogyan a tudtukra adni, hogy milyen különlegesek, hogy milyen csodálatosak. És a siker az valójában ott kezdődik, hogy szereted magadat. Szeresd magadat, mert úgy fog majd kialakulni a hited önmagadban. Úgy fogsz majd merni dolgokat csinálni. Hogyha egy-két tippre lenne szükséged, akkor használhatod a tükörtechnikát. Nézzél bele a tükörbe, és mondd azt a szemedbe, hogy szeretlek, és mondd ki a nevedet. Te mindennél fontosabb vagy nekem, tisztellek, szeretlek. És én ezt, amikor elkezdtem csinálni ezt a technikát még jó pár éve, akkor az első pár ilyen alkalom eszméletlen, kényelmetlen volt, és kicsit el is szégyeltem magam, el is vörösödtem, mert nagyon kényelmetlen érintett az, hogy bevallom azt, hogy én szeretem magamat. Leginkább azért, mert annól még annyira nem szerettem magamat, de minél többet csináltam, annál jobban sikerült magamat megszeretnem. És képzeljétek el, hogy mi történt, hogyha megszereted magad, akkor az önbizalmad automatikusan fog nőni. Tehát nem is kell annyira nagyon sok mindent csinálni ahhoz, hogy meg tud magadat szeretni. A tükörtechnika az egy jó dolog. Az ember akár még puszilgathatja is magát, becézgetheti magát, dicsekedhet is magával. Bármi, ami téged közelebb visz ahhoz, hogy meg tud magad szeretni, kérlek csináld, mert az önszeretet az az egyik legfontosabb sikerszokás. 9. pont az, hogy oldd meg az embertársaidnak a problémáit. Ez egy kicsit nehezebb szerintem bevenni, főleg itt Magyarországon, hogy azt szokták mondani, hogy annál sikeresebb vagy, minél nagyobb problémát tudsz megoldani. Tehát, hogyha nem oldod meg egyik embernek sem a problémáját, akkor nem fognak neked pénzt adni, mert általában akkor kap az ember pénzt, hogyha problémát old meg, igaz? Tehát, hogy az ember jobban belegondol az üzleti életben. Úgyhogy, ha kicsi problémát oldasz meg, akkor kicsi pénzt kapsz, hogyha nagy problémát tudsz megoldani, akkor nagy pénzt kapsz. Na most mikor tudsz nagy problémákat megoldani? Alapban, hogyha nem vagy képzett, nem vagy fejlett olyan szinten, hogy agyilag, hogyha nem csináltál sok komfortzóna kihívásokat, nincs sok tapasztalatod, nem értesz az emberekhez, akkor valójában annak az esélye, hogy te nagy problémákat fogsz tudni megoldani, egészen picike. Itt is, mint mindenhol máshol, a kulcs az önfejlesztésben rejlik. Minél jobb vagy, minél nagyobb problémákat fogsz tudni megoldani, annál sikeresebb vagy. És valójában a sikernek ez az egyetlen egy legfontosabb kulcsa. Úgyhogy ezt még akár ki is írhatjátok magatoknak, kirakhatjátok a falra, ahogy annó amúgy még én is tettem, hogy minél jobb vagyok, annál nagyobb problémákat fogok tudni megoldani, és annál sikeresebb leszek. Válj jobbá, dolgozz magadon minden egyes nap! Elérkeztünk az utolsó pontunkhoz, a 10. pont. Nézzél farkas szemet a félelmeiddel, és cselekedj a félelmeid ellenére. Na, ez egy iszonyat jó téma, mivel általában azt szoktátok nekem írni, hogy féltek cselekedni, a félelem megbénít titeket, a félelem visszatart titeket, úgyhogy épp ezért úgy döntöttem, hogy csinálok egy tanfolyamot, azzal a címmel, hogy cselekedj a félelem ellenére. Amikor én egy tanfolyamon dolgozok, akkor általában meg szoktam venni 5-6 sikerkönyvet,
a best sellereket, a legjobbakat, a legjobb pszichológusoktól, a legjobb szakemberektől, akik ebben a témában írtak egy könyvet, és ugye a könyv az olyan, mint egy ilyen aranybánya, abban összegyűjtenek mindent, amit mondjuk egy pszichológus a 25 éve alatt tanult arról, hogy hogyan kell a félelem ellenére cselekedni. Úgyhogy én csináltam egy ilyen kurzust nektek, és ezt ide be is linkeltem. Klikkeljetek a linkre, és nézzétek meg, hogy miből áll össze a kurzus, és hogy mit fog tudni nektek adni ez az iszonyat jó tanfolyam. Mert igen, az, hogy a félelem ellenére cselekedjünk, az egy siker szokás. Hogyha engedjük, hogy lebénítson minket a félelem, akkor soha nem fogunk cselekedni. És hogyha soha nem fogunk cselekedni, akkor soha nem fogunk eredményeket elérni. Tehát véleményem szerint az első dolog az, hogy szeresd magad, utána pedig, vagy akár mellette párhuzamban, pedig cselekedjünk már a félelem ellenére. Ugye ezeket hívhatjuk komfortzóna kihívásoknak is. De ismét elmondom, légy szíves, hogy klikkeljél le a linken, és nézd meg, hogy hogyan tudsz a félelem ellenére cselekedni, mert ha ezt az egyetlen egy dolgot nem csinálod meg, akkor az életben nem leszel sikeres, és ezt most nem azért mondom, hogy eladjak, és ezt most nem azért mondom, hogy hú, de eltúlzom, hanem ez valójában így van, hogy ha ezzel egyetértesz, akkor légy szíves, kommenteljél le. Ennyi volt a 10 pont, nagyon köszönöm, hogy meghallgattál. Még esetleg a kommentben azt is megírhatnád, hogy melyik pont tetszett neked a legjobban. Köszönöm, hogy itt voltál, gyönyörű szép hetet és jó fejlődést kívánok neked! Ne felejts el klikkelni! Szia!